Na hello, bello srácok, üdv a csatornán, kiper jelentkezik következő videóra, ami nem lesz más, mint egy tutoriál. Hát képzeljétek el, egy hover olyan lámpát szeretne magának, ami boros üvegből készül, és igazából ott akadt el, hogy nem tudja, hogy kell levágni egy boros üvegnek az alját, nagyon egyszerűen és gyorsan. Erről gondoltam, csinálok egy videót, és megcsináljuk akkor neki ezt a boros üveg lámpát. Mint látjátok ott az asztalon, van nekünk egy boros üvegünk, van egy kis madzagunk, van egy kis éghető anyagunk, ami nem más, mint most kromofág, de egyébként higító, vagy körömlaknemosó, vagy éppen ami otthon van, az is teljesen jó lesz neki. Én most azokat a kezembe, azzal fogok dolgozni. Ezen kívül másra nincs szükségünk, mint vízre, hideg vízre. Egy vödör vagy egy erénybe hideg vizet rakjunk, amiből majd bele tudjuk meríteni a boros üvegünket. Mint látjátok, egyébként ez egy ilyen nagyon retro régi, nagyon régi boros üveg, valami, nem tudom, bányász jelvény van, szóval ilyen tényleg egy ilyen rusztikus régi takar. Hát ezt találtam, ami legrégebbi. Mert úgy van ennek a dolognak, hogy csinálunk egy olyan madzagot, amelyik pont illeszkedik a boros üvegre. Ezt utána beáztatjuk az éghető anyagba. Azért kell olyan madzagot, zsinort választani, amelyik jól beissza, hogy ugye megmaradjon valamennyi éghető anyag a zsinoron és a zsinorban. Hogyha ez megtörtént, akkor fogjuk és ezt ráhúzzuk a boros üvegünkre. Ahogy? Rendben. Ha van lehetőségünkre, letöröljük ugye a felesleget. Hogy ahol összekentük a boros üvegünket az éghető anyaggal, ott ne égjen, hanem csak maga a zsinór, az ami lángoljon. Ugye természetesen oda illesztjük a madzagot, ahol el akarjuk vágni. Utána jön a begyújtás. Ha begyújtjuk, arra figyeljünk, hogy folyamatosan forgassuk körbe ezt az üveget. Azért, hogy mindenhol egyenletesen hevüljön át. Ha nem egyenletes lesz az áthevülése, akkor sajnos azt fogjuk elérni, hogy nem lesz egyenes a vágásunk. Ez megtörtént, tehát hogyha eléggé felhevült a boros üvegünk valószínűleg, akkor utána mást nem kell tennünk, mint bele rakjuk a hideg vízbe. És hogyha hallunk egy pattanást, igazából akkor vagyunk jók. Akkor valószínűleg boros üvegünk azt a részen levált. Ezt most kicsit meg kell mozgatnom, de egyébként láthatjátok, hogy szépen levált. Hát nem lett a legegyenesebb, meg a legszebb a vágás. Ugye hát ez jó, hogyha felkészülsz néhány üveggel, hogy azért jó legyen, jó, szép eredményt érjünk el, tehát szépen kell igazítani a zsinót rajt, szépen kell forgatni, egyenletesen hevüljön át, és akkor kicsit jobb lesz. De egyébként egy ilyen probléma azért csiszolópapírral korrigálható. Na, ennyi lett volna a videó. Hogyha ne akarjátok vágni, és lámpát akartok bele csinálni, ugye ezután más nem kell tenni, mint egy foglalatot belőle vezetékkel, és már is kész van a lámpabúránk. Na, köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna ez a videó. Jók legyetek! Sziasztok!